There we go. We're live. It's recording. We're recording. Hello, Miss Sophie. Hello, Miss Renata. Hello, Miss Chilla. Hello, Mr. So thank you for all the participants coming today. You never know who watches it later. That's true. Yes, I know. But yeah. I like to see faces, and it's nice of you to show your faces. There's three of us here with faces. Hello. Yeah. That's what I just say. Thank you. You'll see us even bigger. Yes, that's true. Yeah. Should I also translate them? You better. That's a good idea. Akkor köszöntöm mindazokat, akiket látok, meg akiket nem látok. De majd egyszer látnak minket ezen az estén. This will be an event on massage, on massage class. I invited people who already attended or gave a massage class. Or going to have a massage class. And this counts for me like a little bit like continuing the last Zoom you had on the massage class, because I really enjoyed that discussion and I heard a lot of interesting things. And I also suggest to insert that link if you post this one so that these two can go together, because you have shared many things that is important about this topic. Hát, hogy ma este, mint egy folytatásaként annak a Zoom-nak, ami már nem régiben kikerült posztként a masszázs estről, vagy masszázs tanfolyamról, így szeretnénk mutatni a beszélgetést. És lesz majd egy link ahhoz a már elhangzott Zoom estéhez is, a maihoz, hogyha valaki tud angolul, akkor azt is érdemes majd meghallgatni. Are you with us, Greg? Yes? Me? Yes, the Greg who you are, is it with us? Okay. What is the massage class? Sorry? What is the massage class? Yeah, I was going to ask. I thought I would ask, but you can't do. So it's basically, it's not to create practitioners, it's not to create therapists. Tehát, hogy ez a kérdés, amit most nem én tettem fel végül, hanem Greg magának, hogy mi a masszázs, és hogy itt nem masszőröket képzünk meg, nem terápiát tartunk. So I taught these classes in New Zealand for about 3 years. Tehát már 3 éve gondoltam erre a tanfolyamra, akkor találtam ki Új-Zélandon. And it was mainly to partners, husbands, wives, mothers. És eredetileg pároknak, családtagoknak, feleségnek, férnek szántam. Just so that they could really see that touch is safe. Hogy megtapasztalják, milyen az a biztonságos érintés. That if they come from a space of kindness, ami a kedvesség teréből adódik, they can't do any harm. És ha onnan jön, akkor nem tudnak bántani vele. And they really don't need a great deal of knowledge to actually create some benefit to somebody in their body. És nem is kell igazából nagyon nagy tudás, hogy ilyen fajta segítséget, támogatást adjunk a testnek. Some even went on further to do all the study and the training that I'd done as a massage therapist. Some did go further. Yeah, absolutely, yeah. De hogy néhányan ezt elkezdve tovább is vitték a tanulmányaikat a masszázs területén. And so really, for me it's really, the classes has many layers to it.
Számomra ennek a tanfolyamnak több szintje is van. There's the superficial layer, the one we see, where we're learning to touch the body and massage, blah, blah. Van a legfelső réteg, ahol tanuljuk a masszírozást és egyebeket, blah, blah. We get to learn some stretches, we get to learn how to do toweling, draping. Megtanuljuk a nyújtás technikákat, lazítást, illetve a törülköző elhelyezését. But for me, the greatest facet of the class is where we actually get to see where we are blocking our receiving, where we are blocking our gifting. De számomra leginkább ott annak van jelentősége, hogy megtanuljuk, hogy hol vannak blokkaink az adásban, kapásban. Where we a story from our past actually stops us from actually being able to receive more. Hogy hol van bennünk a múltunknak olyan történései, amik megakadályozzák, hogy többet tudjunk befogadni. I mean, an example, I was working at a fair in New Zealand, like a market, a really big market. Dolgoztam, például most elmesélem, dolgoztam egy nagy piacon Új-Zélandon. And I was massaging people all day in the chair. On the market. Mm. És embereket masszíroztam egész nap. And I'd watch people walk past, and I'd see the look on their face, it's like, oh, that looks like, oh no, no, I can't have it, I can't do that. És azt láttam az emberek arcán, akik elsétálnak mellettünk, hogy ez milyen klassz lett, de nem, én ilyet nem engedhetek magamnak. And it was really interesting who couldn't allow themselves. És hogy izgalmas volt nézni, hogy kik azok, akik nem engedik ezt meg maguknak, ezt az örömet. You know how when you see some people, then why that person's strong? Mm-hmm. I didn't get this, sorry. When you see some people, and you know, they're watching the markets and you're watching people walking around, and you see some and they go, wow, you know, that person's alive, that person's got making choices. Often that's not true. Sorry, I fried you already. Doesn't make sense in my head what you just yeah. said. Sorry. So the people look as if they are those ones who make decisions and to go for their rights. And, so you but, can see on their face that they are the one who can make choices? Yeah, we watch, when you watch them. Tehát, hogy azt is észreveszem, meglátom, hogy kik azok az emberek, akik döntést tudnak hozni a saját életükben, meg az érdekükben. And you see them, and you actually see where they stop themselves short of what they really want. És azt is azonnal láttam, vagy látom, hogy hol van az a pont, amikor ők leállítják magukat, hogy nem engedem meg magamnak. So, you know, this is the crazy thing. And then you watch, I had a little girl who watched me, she would have been 5. És volt egy kislány, 5 éves körüli, aki engem nézett. She watched me all day. Egész nap nézett. And at the end of the day, she came over with her little coin and said, can I have a massage? És a nap végén odajött egy kis pénzérmével hozzám, és megkérdezte, hogy kaphatnék egy masszást. So I took her coin, I set her in the chair, and I massaged her. Elvettem, elfogadtam tőle a pénzt, leültettem ott a székre, és adtam neki egy masszást. And this little person absolutely let go and totally received. És ez a pici kis emberke teljesen el tudta magát engedni, és teljes mértékben befogadó volt. She just totally relaxed and went out cold. She went unconscious. Olyan mértékben elengedte magát, hogy teljesen a tudata is ki volt, vagy hogy mondjam. This crowd of people stopped. And they just watched while this little girl sat in this chair and was just as like a limp rag doll while they massaged her.
They were in awe. Az emberek megálltak séta közben és nézték ezt a kislányt, hogy ennyire ellazultan élvezi a masszázst. And it was like, for me, it was one of the greatest gifts I've ever had. És hogy ez volt az egyik legnagyobb ajándék, amit kaphattam. It was the best 20 cents I ever earned. Ez volt a legjobb 20 cent, amit kerestem életemben. And you know, she didn't just get a 5-minute rub because it was only 20 cents. És nem csak 5 perc kis gyors menetet kért már, hogy csak 20 cent van nála. But I watched all these adults around who went, ah, oh, but couldn't ask for that, couldn't receive that. Láttam ezt a sok-sok embert, akiknél mind ott volt a szemükbe, hogy szeretnék, de nem merték megkérni. Tudtak megkérni engem. So that's when I started to teach massage. És ez az, amikor elkezdtem tanítani a masszást. That's when I started to teach people how they can receive and give safe massage. És ezzel kezdtem el tanítani őket, hogy hogyan tudnak biztonságosan adni és elfogadni, befogadni masszírozást. And how, by coming not from ego, but from the heart, they can't do any harm. Hogyha nem az egóból jön, hanem a szívből, akkor nem tudnak senkinek ártani. Literally, your body won't let you do harm. Szó szerint a test nem fogja engedni, hogy bántsák. If you're coming from that kind space, you stop before that. You just can't. Hogyha a kedvesség teréből dolgozol, akkor meg fog állítani, nem tud tovább engedni annál, mint ami még megengedhető, nem bántó. And that's really what the massage class is about. It's about where we allow ourselves to receive. És erről szól igazán a masszázs tanfolyam, hogy megengedjük magunknak a befogadást. And giving ourselves permission to receive more. És meg, hogy engedélyt adjunk magunknak arra, hogy többet is befogadhassunk. To receive more of any type of massage, anywhere. Just receive more of everything. Tehát, hogy bármilyen máshol adott masszást is kérdezem, és mondjak rá, hogy minden, nem csak masszást, hanem minden mást is. Because you know, when you put a stop in one aspect of your life. Mert hogyha bárhol az életedben befékezel. That affects every other aspect of our life, because it's all about receiving. Ez az élet más területén is egyfajta megállást fog eredményezni, és a befogadást akadályozni. You know, I was going to ask you, it's on my list. Could you name some of the shit you refer to as stuff we can let go? Azt kérdezni, van-e néhány olyan példa, amit így szokott mondani, hogy elengedjük az ilyen nyavajákat, szarságokat a masszázs által, hogy példát esetleg tudnál hozni. Fear. Félelem. Shame. Szégyen. Guilt. Yeah. Tehát, hogy bűnösnek érezd magad. You know, all of these things, because how many of us are ashamed of our bodies? How many of us hide our bodies? Hát milyen sokan vagyunk úgy, hogy szégyeljük a testünket, és bujkálunk a testünk kapcsán. I mean, I wore baggy clothes so that nobody could see my body. When was it? When I was a teenager. Amikor én kamasz voltam, akkor én is bujkáltam a ruháimban, nem szerettem, hogyha látják a testemet. And has it changed? Do you dare to walk around? I'm not wearing baggy clothes now. Yeah. Yeah. Yeah.
I know, because you speak about it, but you know, it's different when someone has a big mouth and then... I have a big mouth. You know what I mean? That it's different. That yeah, yeah. Okay, I mean, right, look at this. I got a big nose too, but you know, I still show it to the world. You can't hide that. There is no, it's out there in front of me. It, people see actually, that before the mask, they see me. Masks are good for you. No, because it sticks out too far. Sorry, I'm naughty. Tehát, hogy kérdezem, hogy mostanában felmeri-e vállalni a testét, Greg, mert hogy ez egy dolog, hogy hősködünk, és azt mondjuk, hogy persze, most már vállaljuk a testünket, de hogy tényleg így van-e? És azt mondja, hogy igen, most már minden oké. Okay. Igaz, hogy nagy az orra, ami a maszkból is kilóg, de hogy nincs problémája a test felvállalásával. So, okay. But you know, these are all things that we can let go of. And is it enough to have a massage course for really letting go, or does it need a series of courses or treatments? Because what I feel is that things come up for people, like, absolutely. You know, they vomit things from the past, but does it really go, or? It's a lifetime process. Yeah, let me just then translate and then I get back to the answer. Tehát azt kérdezem, hogy mennyire elegendő egy tanfolyamra eljönni, vagy ez inkább egy folyamat, és több sorozatot kell megélni ahhoz, hogy valóban elengedés legyen, mert én azt látom, hogy első alkalom, akkor ez inkább úgy tűnik, mint amikor az ember így a felgyülemlett dolgokat így kiokádja, de hogy nem feltétlenül sikerül mindjárt el is engedni mindent, hanem csak megnyitunk valamit. So do you mind then if I ask those who already attended your class and have a little taste from them, what does that mean? Because I have four questions that we could probably use as a clutch, you know, to help to go along. Go for it. So, but then I can get back to you because there are some more things to do. I just move my camera so I can see Zsófi as well better. Tehát, hogy most, ha Greg megengedi, akkor egy kicsit átnyergelnénk a résztvevőkre, hogy azoktól is halljuk, milyen egy masszázs tanfolyamon részt venni, akik valóban megtapasztalták, nem is egyszer, és lenne négy kérdésem hozzátok, ami mentén, mint egy mankó, tudunk esetleg beszélni a tapasztalataitokról. May I ask how many times did you attend the massage course? So... How many times were you there? Who are you asking? Both. I mean, if you just show a number, I will know. Two, Jofi? One? Okay. So that, you know, I know, is it a series or you just had one? So first then I ask Jofi because you were there once and then it's not a series of experience. Hát, hogy most az volt a kérdés, hogy ki hányszor volt tanfolyamon, mert hogy így azt is össze tudjuk hasonlítani, hogy aki többször volt, annak esetleg más-e már a megélése, mint hogy csak egyszer. My first question would be, and Renata will be lucky because she has more time to prepare for that. But I will let you tell us what you were thinking about also. So the first question, why did you want to go to a massage class? What was inviting for you? What was the call? Tehát az első kérdés, hogy mi vitt rá arra, hogy elmenj egy masszázs tanfolyamra, mi volt az a meghívás számodra, amiért úgy érezted, hogy ez neked jó lesz? I think we have Christoph with us too. Christoph. Someone named Panda. Yeah, I think it's Christoph. I don't know him, but so dear Zsófi. Hát én előtte voltam alkímia tanfolyamon, ami nem masszázs, hanem alkímia, és nagyon tetszett. So I attended first an alchemy class, and I really enjoyed that. És amikor hallottam, hogy lesz masszázs, akkor valahogy egyértelmű volt, hogy megyek.
And when I heard that there will be another course, a massage course, then it was inevitable for me that I will go on that too. És hát arra is jó volt, hogy túlmenjek a határokon, tehát hogy nekem azért ezzel volt bajom. Hagyjam, hogy hozzám érjenek, tehát hogy erre nagyon klassz volt, hogy ez egy olyan biztonságos tér, ahol nem történhet semmi rossz. And it was also good for me to expand my comfort zone because I had issues with being touched and I really felt a safe environment in this class that I can allow people to touch me. És kíváncsi voltam, hogy mit változtathat, hogyha elmegyek és választom. And I was also curious to see what can be changed for me if I attend the class. Köszönöm. Thank you. Then, next question. What did you face during the class? Ja, mind a kettőt meg... Melyik mind a kettőt? Hát, hogy mindenkit megkérdezel az első kérdésről, vagy ilyen személyes interjú jelleggel, hogy akkor így egy embertel az összeset végig. Igen, most azon gondolkodtam pont, hogy hogy csináljam, hogy egyesével, vagy végigkérdezzem mindegyik. Te mit ajánlasz? Hát szerintem a többiek is mondják el az elsőt. És akkor jó, akkor csináljuk el. Így. Jó, akkor legalább nem marad le senki semmiről, de... So we agreed secretly with Sophie that we would do one by one. So whoever is here, then the next question, I just jump through with the first question to the next person. So dear Renate, your turn. The question was, why did you want to go to this course? What invited you to go there? Okay. So I have also before been to other classes, like the alchemy class and the haka class. Én szintén részt vettem korábban alkémia és haka tanfolyamokon is. And then, then the massage classes came up and I wanted to try this as well, of course. És aztán felmerült a lehetősége a masszázs tanfolyamnak, hogy az is lesz, és természetesen arra is el akartam menni. The of course part interests me a little bit because we are all, I think we can say that we are all those type of girls who are a little bit like, wait a minute when you want to touch me. So didn't you feel fear that, you know, it's something different, or was it okay just because you knew Greg or you knew what the alchemy is about? So it was just that, okay, let's see. No matter what, how I feel about my body or being touched. Tehát a kérdés az, hogy neked ez mennyire volt természetes, mert hogy azt mondtad te is, hogy természetesen jött az első két tanfolyam után, hogy megyek, de hogy a jelenlévők közül szerintem hasonlóan vagyunk azzal, hogy annyira nem könnyedén megyünk bele abba, hogy akkor bárki masszírozzon minket, és hogy te ezt hogy vetted mégis így, hogy jöhet. Sorry, yes? So I was not afraid of being touched. For me it was that when I was touched, I didn't feel it. Mm-hmm. So there was no fear, no conscious fear of being touched. So this would not have kept me from going to a massage class. Okay. Tehát nem a félelem tartott engem vissza, hanem az, hogy nem érzékeltem igazán a masszázsnak az erejét, vagy az, hogy mit adhat az egyáltalán nekem. Okay. But what I did realize that the massage class is the one where it's most important to be in a receiving mode. De amire rájöttem, meg felismertem, hogy a masszázs tanfolyam lehet az, ami leginkább megadja nekem azt, hogy befogadó állapotba kerülhessek. For me,
more important than in any other class. Ami számomra sokkal fontosabb volt ebből a szempontból, mint a többi tanfolyam, amin voltam már. But also the most difficult one. De a legnehezebb is talán épp azért. Yeah. And it needs the permission of oneself to allow this receiving. És szükség van arra a megengedésre, hogy ezt a befogadást erre nyitott legyek. And I know that in the first class I attended, I didn't give myself this permission. És emlékszem, hogy az első tanfolyam alkalmával én nem adtam meg ezt az engedélyt magamnak. As I made myself felt excluded from the group. Mert kizártam magam igazából a csoportból. Okay, it's a good closing sentence for my next question. So I would jump back to Zsófi. And the question is, what did you face during the class, having all these thoughts and emotions, how you came, what you expected? What did you have to face during the class on these 2.5 days? The következő question. Sorry, yes? Can I just say that we don't have to face anything. We don't have to choose anything. We just do. Yeah, I didn't mean like choosing. Yeah. It comes to your face anyway, you know, so. It does. It's just, yeah, exactly. That's what I mean, that. Yeah, something is pressing your nose. What was it? Tehát, hogy az előző válaszhoz kapcsolódóan mennénk tovább azzal a kérdéssel, hogy mi volt az számodra a tanfolyamon, amivel úgy érezted, hogy na, ott szembesültél, most ott élsz meg valamit, amit felhozott ez a tanfolyam. Amiről előtte nem tudtam, úgy gondolod? Vagy nem voltam rá tudatos? Nem, ezt nem mondanám, nem szűkíteném, hogy olyan vagy nem olyan, hanem amire úgy emlékszel, hogy na, ott valami azért úgy zajlott bennem, hogy ez nem csak egy olyan tanfolyam, nem csak egy masszírozás, amire elmegyek és szevasz, hanem ami esetleg dolgozott rajtad. Amire azt mondjuk, hogy elengedtem, meg ezt éltem, meg azt éltem, volt-e bármi, ami kapcsolódott neked? Hát sok-sok régi traumát. Igen, mi az ige? Sok-sok régi traumát. Húzott fel, igen, és segített elengedni. Aha, jó. Ami a kérdés igéje volt. Jó, csak nem tudtam, hogy mi történt velük. So I was just asking examples, what was it like emotionally or anything appeared, and Sophie said that yes, many old traumas appeared and helped me to let them go. És segített, hogy bíztak. And helped me to trust more. Trust your unknowing more, right, Sophie? Say again? Trust your own knowing more. Yes. És hogy a te saját tudásodat is, hogy abban is jobban bízzál. Mm-hmm. Ennyi? Csak hogy nehogy beléd folytsam. Nem, ennyi. Then, Renate, shall I repeat the sentence, or? Yes, please. So, what did you face during the class? What did it bring up for you that you didn't choose to face, but the face chose you? I mainly will refer to the first class I attended. Elsősorban az első tanfolyamra utalnék, amin részt vettem. That I before the class I was also having private sessions with Greg, so I know what my body was able to receive.
Tehát volt a tanfolyam előtt is néhány privát kezelésem Greggel, emiatt tudtam már azt is, hogy mi az, amire képes vagyok befogadásilag. And as I mentioned before, that I, in this first class, I didn't give myself permission to receive that much. I was aware of that. So, és ahogy említettem, hogy az első tanfolyam alkalmával nem adtam magamnak engedélyt arra, hogy befogadjak, ennek tudatában voltam itt is. And it took me quite some time to find out why this was like this. Ez eltartott egy bizonyos ideig, amíg rájöttem, hogy ennek mi lehet a hátterében. And now I know that it was the surrounding that I decided to, that it feels uncomfortable for me. The surrounding during the class? Yeah. És arra jöttem rá, hogy az a környezet, amiben voltam a tanfolyamon, az zavart engem. Okay. Stella, shall I also say was about the second class or do we still... I would probably just say, I mean, get back to you, like, you know, you had two classes and what was the difference, because then I will jump too much. Yeah, yeah, yeah. I will get lost. And okay. Now we have to greet Ernst here. Welcome. And I would like you to catch up. And if you don't mind to tell us what was an invitation for you to go to a massage class and what did you face there, if you faced anything during the massage course. I can't hear you if you are muted. So, first class. It was the first class was in Paris, and it was the invitation came from Renata. Because she said that might be good for me. And finally, I decided, yes, I will try. I didn't understand the first part. Was it a month, what you said, or a year? When was it? No, Renate asked me if we should go to the massage class. Okay, just the first sentence, you said something that it was in... In Paris. Paris, that's the word I didn't get. Okay, tehát Párizsban volt az első masszázs tanfolyam, amin voltam, és Renate hívott meg azzal a hívással, hogy szerinte jót tenne nekem is. I'm from from a family where touch wasn't very common. Egy olyan családból jövök, ahol az érintés nem volt igazán általános. So I had really no experience with massage at all up to that time. Hát masszázsról, mint olyanról a tanfolyam előttig nem is volt tapasztalatom. So it was also some... Renate, Herausforderung. Challenge. Challenge. So it was a challenge for me to go to that class. Because usually I'm never allowed anyone to touch me. Ez egy igazi kihívás volt számomra, mert hogy eddig sem volt engedélyezve, hogy bárki hozzám érjen. And as you can see, I survived. És ahogy látjátok, még most is életben vagyok. And I enjoyed it. Enjoyed both sides, giving and receiving? Giving and receiving. Because it's also... I also not...
was not too keen to touch anyone. So it's very good for me to be a psychologist, to have some distance. Yeah. Tehát, hogy igen, az érintés adása és a kapása is jó volt, és hát igen, egy kicsit furcsa, hogy én, mint pszichológus, nekem van egy ilyen távolságtartás, vagy volt bennem egy távolságtartás, de hogy jól éltem meg. Thank you, Ernst. Yeah, my pleasure. Then, the next question. Még az előzőhöz hozzátehetek? Hogyne, of course. Na, hogy még két dolog jutott eszembe, hogy mit adott nekem. Az egyik, hogy segített jobban kiállni magamért, hogyha valami nem tetszik, vagy éber vagyok, nem tápláló, akkor azt mondjam rá, hogy nem. So another thing that improved, that I improved in standing up for myself and say no if I found something not pleasant or I was unwilling to accept or receive something. És a másik, hogy még éberebb lettem a testekre, hogy mi ez a tápláló nekik, mi ez, ami nem, hol vannak a határok. And I became more aware for bodies, what counts as nurturing, where are the limitations or the borders. Szépen, ez nagyon jó. Thank you. And may I ask you, how did you feel, how easy it was for you giving and receiving, which is or was easier for you? Megkérdeztem, hogy neked melyik volt, igen, rájöttem, melyik volt neked könnyebb kapni vagy adni a masszírozást? Hát alapvetően adni, a kapni az, hát nekem ez nagyon bizalom kérdés, tehát hogyha valakiben meg tudok teljesen bízni, akkor kapni is, de ott azért több munka van vele. It was easier for me to give. The other side is it requires more trust. And if I can trust, then it's easier, becomes easier. But it requires it's a big bigger challenge to trust. Thank you. So then the third question, did you experience any change? You already said that, right after or later on, like a second or third wave after the massage class that you What, could... there's a third wave? Who knows how many waves, you know? We're just going through the second, oh my God. Yes. So what was the after... mark of these classes or class for you, and you already just mentioned this. If there was anything else that you can think of, just let me know. Hogy a kérdés most a harmadik kérdés, hogy volt-e valami közvetlen a masszázs tanfolyam után, vagy egy kicsit későbbi hullámban olyan, amit felismertél, hogy valamit hozott ez a tanfolyam, hogyha most még eszedbe jut valami, vagy később, akkor mondd el. Ja, nem, akkor tovább. Hát most nem, mert én voltam egy tanfolyamon, és hogy konkrétan azután mi volt, azt most így nem tudom fejben összerakni. Yeah, I can't put together what was exactly afterwards. Nothing occurs to me. But you already mentioned, so you went ahead with my question, so it's okay. Renate, dear? The question again, please. What was the experience after, right after the class, or any time later on that you could relate that this was the change or the let go because of the massage class you took place? I have to say goodbye. The next client is waiting. Okay. Invite the next client as well. No. Thanks, Ernst. Thank you. Bye. So sorry. It's difficult to say. It's now a year ago, and there was another class afterwards, and to really
associate, say that this change exactly comes from this class. Yeah, I can imagine. Yeah. It's definitely brought me more awareness and showed me where I am still hiding or where I still have my issues. Let me just translate because I will forget. Tehát nem könnyű összerakni fejben, hogy mit okozott, mert hogy eltelt egy év az első tanfolyam után, és utána is voltam tanfolyamokon, de az biztos, hogy segített nekem is abba, hogy éberebb legyek a testemmel kapcsolatban. And it definitely, so the first class, after the first class, I know I want to do another one. És az első tanfolyam után tudtam, hogy akarok még tovább menni, és az előbb elhangzott az is, hogy éreztem, hogy hol bujkálok még, így a testemmel kapcsolatban. And then there was this other, shall I talk about the second class now or not? If it's time for you to link it, then I won't stop you, of course, yeah. You can try, but it won't work. So in the second class, it again was that I felt a bit uncomfortable in the group again. Második tanfolyamon szintén úgy indítottunk, hogy kicsit kényelmetlenül éreztem magam. But not as much as in the first class. De nem annyira, mint az első tanfolyamnál. And after class, I realized, or quite sometimes afterwards, I realized that this was the possibility for me to give me more permission to receive. És a tanfolyam, második tanfolyam után éreztem azt, hogy itt volt a lehetőség arra, hogy engedélyezzem magamnak azt, hogy befogadja. And so I'm very much looking forward to a third class because I'm pretty sure that I can do better. And ezért aztán nagyon várom a harmadik tanfolyamot, mert biztos vagyok benne, hogy tudom még jobban is csinálni ezt a befogadást, meg elfogadást. And yeah, and let go my ego in these classes and fully receive by receiving myself and by giving. Receiving yourself? Receiving when I get touch and giving when I give touch. És hogy biztos vagyok benne, hogy ez jobban is fog menni, és el tudom engedni az egómat, és adni is, és befogadni is jobban fogok tudni. So just so you know, Csilla, Panda is Gabor. Okay, nice to meet you, Panda Gabor, Kristóf, Gabor. I don't think it's Kristóf, but it's Gabor. Invisible participant. Yeah. These people that hide in behind no camera. Yes, they haven't learned to receive yet. Well, they have, but they just don't want to go. Csak egyszerűen elfelejtettem bekapcsolni a mikrofon, sziasztok. Meg a képet is elfelejtetted bekapcsolni. Az direkt van. Nice voice. So I just forgot to turn my cam, and no, the cam was intentional, but I forgot to turn my microphone on. So all is good. Thank you, Gabor. It's my pleasure. May I ask Gabor if you attended a massage course before? Yes, I did, and I attended two Hakka class also. Okay. We were just going through these questions, and I don't know if you heard them, but I will be interested to hear your story, just we are now on the third or fourth turn now. So let me just finish with the ladies, and then we will get back to you to tell your story, if you don't mind.
All right, I will be here. Cool. Köszönöm. Tehát, hogy most abban maradtunk, hogy akkor végigmegyünk most már ezen a pár kérdésen a lányokkal, és akkor visszatérünk Gáborra egyben. So, where we? You said, okay, Renate, that's what you expect from the third massage course and hope that it will happen for you. I'm curious to see what you will experience after this class. And the fourth question was, why would you recommend it to those who never experienced it or have already been once on this class? What makes you think that it's so good that others should try also, even if they never tried an alchemy class? Because, you know, you were both attending a class, alchemy class, before. So the table was laid far before the massage. Zsófi, do you start then? Do you want to translate? Why would you recommend it to anyone, this sort of class? So back to the previous question. Magyarul? Ahogy jobban esik. Ja, mindegy, akkor sem mondom magyarul. Tehát még az előzőhöz eszembe jutott, hogy nekem is azért nagyon sokat növelte a befogadásomat. Az, hogy ne legyek annyira magyar, többet nevetek, többet mosolyogok, több boldogságot választok. So back to the previous question, just additionally, that it also enhanced my ability to receive more and change my regular Hungarian way. So I receive more, I smile more, I'm more joyful. És hogy miért ajánlom, ugye? Aki még sosem volt. Hát elsősorban csak bátraknak. Aki nem akar változtatni, ez ne jöjjön. So first of all, I only recommend these for courageous people who don't want to change anything, then don't come, please. Stay as you are. True story. Ez így igaz. Hát ez egy tényleg egy olyan biztonságos tér, ahol nem ítélnek meg, nem kell szégyenkezni, nem kell rosszul érezni magunkat, és ez lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokat engedjünk el, és nézzünk rá, amire előtte azért nem biztos, hogy képesek voltunk, vagy képesnek éreztük magunkat. So in fact, this is a very safe place and space, and that allows us not to be ashamed of ourselves and selves, and gives opportunity to let go of past things and face things that we would probably otherwise wouldn't do and wouldn't dare to do. És nagyon sokat tanulhatunk a saját testünkről és a többiekéről, hogy éberek legyünk, akár messziről, akár érintve. We can learn a lot about our own bodies and others' bodies, and how does it feel like touching or being touched. Or even from far, so you don't have to be close and you don't have to touch the body, you can be aware as well, without touching. Mm-hmm. Most elmondtad ezt az előbb magyarul is, hogy már távolról is megtudjuk. Igen, csak hogy az angolban. Igen, jó. Köszönöm, hogy ezt még hozzá tettem. Mondom, csak hogy ezt nem mondom el újra, mert ezt elmondtad. Jó. Köszönöm. Renate? So the question was, if I would recommend it or... I thought you would, but if it's a question, if my question was why? Why for those who never tried, and why for those who already did once or twice? And still, okay. So I will definitely recommend it for those who haven't been to a massage class, as well as for those who have already. Tehát én mindenképpen ajánlanám azoknak is, akik még sosem voltak, meg olyanoknak is, akik már voltak. For me, it allowed me to receive more. Számomra ez egy lehetőség volt, hogy többet fogadjak be.
what it's, I can't concentrate. I see the guilty one, the guilty genie one. Yeah, he's being a bad boy. Don't look at him. Look at me, Renata. I'm supporting you. Reach the screen. So it allowed me to open up more. Megengedte nekem, hogy jobban kinyitsam. That doesn't make it any better, you see? Ez nem segít egyáltalán. Yeah, so you when you come the first time, it's, of course, it's different when you come the first time than when you come again. And from one class to the other, I think it's possible to receive more and to open up more and to feel this safe space. Hát mindenképp javaslom, és hogy az első alkalommal lehet, hogy nehezebb lesz egy kicsit ezt a nyitottságot megélni, és hogy a második tanfolyam teszi még inkább lehetővé ezt, hogy nyitodjál, megengedjél magadnak befogadást. Mm-hmm. And what I will try, or what I will do in the next class, is to focus really on the person I'm working on and on me, and to be free and just let my energy flow and tell my ego to stop. És a mostani tanfolyamon arra fogok koncentrálni, hogy jelen legyek, hogy át tudjam adni az energiámat a másik testnek, magamat is elengedni, és az egómat azt így félretenni, hogy ne zavarjon be. Okay. Thank you. Greg, if you want to add anything or ask anything, please feel free. I don't want to exclude you. I'm fine. I'm really dying to hear from Gabor. And yeah. He will be the next one. Sophie, did you want to say anything else? Yes, I would like to add something. Yes. Mondom inkább magyarul. Tehát, hogy ami még nekem nagyon, nagyon fontosan kiemelendő, így a tanfolyammal kapcsolatban, hogy az elején azzal kezdődött, hogy Greg megkérdezte, hogy van-e bárkinek azzal baja, hogy ellenkező nemű masszírozza. Tehát, hogyha bárkinek van ezzel baj, akkor nyugodtan mondhatja, hogy igen, van rá lehetősége, egyáltalán nem gáz, és meg lesz oldva. Ez az egy. Igen, ez tök jó, hogy mondod. So I would like to highlight that on our course, Greg asked as first question if anyone has a problem to be massaged with the opposite gender, and it's totally okay and acceptable if you have, and that we would solve this fear or problem if you have any issue. Yes. A másik, hogyha valaki szégyellős, vagy ilyesmi, akkor mindig azzal kezdődik, hogy az első körben, hogyha a lányok vetköznek, akkor minden fiút kiküld. Tehát, hogy abszolút nincs, nem kell emiatt rosszul érezni magunkat. Be leszünk takarva, senki nem lát semmi olyat a testünkből, amit nem szeretnénk megmutatni. Tehát, hogy tényleg olyan módon biztonságos a tér, hogy ezek a dolgok nem jelentenek problémát. Hmm. The second thing is that if there is any male participant in the class, then when the women undress themselves, then the boys and men will be kindly asked to leave the room, and nothing will be visible or nothing will be there that you would like to cover or hide. And this very comfortable and safe place is granted during the course. Yep, absolutely. Thank you, Sophie. Thank you, Sophie. Yes. Thank you, Renata, too. So, yeah. Thank you. I mean, I forget all this stuff. It's just...
You just enjoy your tea. Don't worry about us. Yeah. We just chat here and you feel yourself at home. Yes. Ginny. And can we ask Gabor to come out at least? Come out, lad. Come out. Oh, no, you cannot ask me to come out. I'm not in that league. Sorry about that. You are the one invited in the room this time. Yes, so if you don't mind, I will be speaking in English. I can speak Hungarian too, but it's easier for Greg to understand if you don't mind. As you like. I'm happy to listen to you because you know your own thoughts better than I do. So if you want to skip between the languages, I'm happy to do that. Can I just ask the question so that you know what you are answering to? All right. I don't know where you joined really in the conversation. Szóval most az van, hogy Gábor is bekapcsolódott hozzánk, aki majd valószínűleg magát lefordítja, és most gyorsan elmondom neki is a kérdéseket, hogy tudja, hogy miről beszéltünk eddig. So the first question was, why did you want to go to this class? And then what did you face during the class, if you had anything to face? Did you experience anything, any change right after or any time later of the classes or class? And why would you recommend this to those who had never experienced the massage course or you or those who already been in one or two? Okay. Anything that you want to add? All right. So first of all, I got in connection with Greg through my ex-girlfriend, and she brought the idea to go to the Hakka class, and I met Greg there. And he was such a lovely teddy bear that I decided whatever he gonna do, I gonna try that. So the next time was when I wanted to learn the massage in the field of alchemy. So first was Hakka, then was the massage. And how should I say this? So I didn't have any expectations or anything. I just wanted to accept that wonder which I got in. So basically, that's why I went to the massage class. And I myself am a massage therapist, so making contact, physical contact with strangers is quite normal for me. And it was very good experience, and I can say that the work with Greg absolutely changed my life. So since that time we worked together, I had a chance to have a private session with him right before the massage class. So since that time I lost about 30 kilos, which is about 60 pounds or 65 pounds. Phenomenal. It is. And I still got some left, and I want to bring everything out that's in me. So I want to break free, if you don't mind me reciting a Queen song. Yes, that's it. And since that time, I wanted to meet Greg again, but because of the COVID and the other situations, it's quite difficult to make it happen. But I will. I'm but, sure. But do you know about the class in December? Nothing. Oh, let's advertise it then. There's supposed to be a class on the weekend of the 4th, 5th, and 6th of December. Okay, so you're going to be Santa Claus.
Mm-hmm. Yeah, yeah. All right. Yeah, I can post the link. I'll find it for you and post it in the chat here. Actually, I can send it directly to you, Gabor. How's that? Oh, that's fine. Thank you so much. Super. So, keep talking. All right. So, since that time, I really learned to let go of things that are not building me and holding me back. And that's what I'm doing. And I'm trying to be always present in my entire life. Sometimes it's quite difficult, but I'm trying my best. Cool. It's fun, hey? It is. Oh, and as you can hear, even my voice had changed since that time. Yep. I wouldn't have recognized you. Yeah, probably not in person too. Lose 60 pounds, it always sees your nose. Be like mine. Yeah. Gabor, just to make sure that you don't forget to translate yourself, because I'm just laying back and waiting for you to do that. Okay, rendben. Na, szóval amit mondtam, hogy először a hakán keresztül, nem, először a barátnőmön keresztül kerültem kapcsolatba Greggel, aki meggyőzött arról, hogy érdemes elmenni egy hakára, és ott láttam meg ezt a nagytadi mackót, és azt mondtam, hogy ez nekem tetszik, és akkor bármi, amit ő csinál, az engem érdekel. És utána... A haka az nagyon tetszett, ott már elkezdődött az, hogy elengedjem a dolgokat, meg hogy megérezzem a dolgokat, meg hogy benne legyek a dolgokban, de igazából nekem a masszázs osztály volt az, ami, meg a masszázs oktatás volt az, ami meghozta a változást, ott olyat tapasztaltam, ami számomra az életemet megváltoztatta. Ott azóta fogytam több mint 30 kilót, és mint ahogy halljátok, a hangom is megváltozott azóta. És igazándiból röviden ennyi. Szóval... Esetleg azt te meg tudod mondani, mert az volt az utolsó kérdés, hogy te miért ajánlanád másnak, mert tök jó, hogy ezt te így tapasztaltad, de hogy szerinted miért lehet? Miért ajánlanám másnak? Mert hogy miért ajánlanám másnak? Nem, hogy ajánlanám, hanem kötelezővé tenném, hogy ezeket a dolgokat akár általános iskolába is így leoktassák, mert megtanulják az emberek kezelni a saját érzelmeiket, érzéseiket, határaikat átlépni, mert igazándiból az élet az azért jó, meg azért tudsz bármit elérni, mert szépen átléped a határaidat tudatosan. Hmm. Elmondod ezt Gregnek is, meg Renátének is. So, why would I say that people should come to these classes is because I wouldn't say they should climb. I would make it mandatory even in elementary schools either. So people would learn how to experience their own feelings and how to overcome their limitations and borders. So I think this is very important if you want to succeed in life, to be able to step over your boundaries. And you can learn it here because you are in such situations that you will be pushed through gently. Sometimes, not. Yes. For me, you know, some boundaries are good to keep, but yes, some actually are not real. Yes. And they're just in our minds. Yes, you are correct in that. Köszönjük szépen, köszönöm. Thank you, Gabor. Yeah.
It was my pleasure, as always. Let me just get back to Renata, because at the beginning you said that you had thoughts about this program today, tonight, the Zoom, that you might would like to share. I did say something different than in the other Zooms. Yes, okay. I just thought you have something in your mind that you would like to add or share that you couldn't so far. Yes, and I did already. Good, okay, great, thank you. Now, I'm the one who never been in a massage class, so I'm like, going amongst the wolves, or who knows. What's going to happen? And... Milyen farkasok, medvék, kérlek szépen. No wolves, but bears. I don't know. I'm sure you will enjoy it, Csilla. Yeah, well, I know you, so if you people will be there, it shouldn't be a problem. It's just that Greg keeps telling me that I'm not in my body, so it's an interesting topic to find out what does that mean at all, you know. When I thought of your hands, Greg, that sometimes you say, just feel it, and you know, you have your right hand that can feel and sense, and then you have your left that doesn't, and you keep telling the left hand, don't you feel it, and no, it doesn't, you know. And you can compare, because you have both hands in the same body, so you know what the left should feel like, but I don't have the comparison, so I just feel like I'm only a left hand without feeling. That's how I imagine. And now you promise that there might be a chance to become a right hand. Well, I can tell you that. Can I just say what I said, because then I will forget. Yes. Sorry, it's just that it will be too long to remember. Oops, I got frozen. Oops. You're back. Szóval csak annyit mondtam, hogy egy kicsit így tartok ettől a masszázs tanfolyamtól, amire most tervezek menni, mert hogy Greg szokta mondani, hogy nem vagyok igazán úgy a testemben valószínűleg, amiért nem érzek dolgokat. És hogy nekem ez olyan képileg, mint neki, hogy a bal kezével nem érzékel, a jobban meg igen, hogy ugyanaz a test képes összehasonlítani azt, hogy mit jelent az, hogy valamit érzek, valamit meg nem érzek. Én jelenleg úgy élem magam, mintha én csak egy bal kéz lennék, aki nem érzékel dolgokat, hiába mondják, hogy hát érezd. És remélem, hogy majd jobb kéz lesz belőlem egyszer csak, ami képes felfogni, hogy tulajdonképpen miről beszélünk akkor, amikor azt mondják nekem, hogy érezd meg a testedet. Thank you. Your turn. I know exactly how you feel. Oh, thank you. I mean, my left hand was paralyzed. Had no feeling. Yeah, tehát én tudom, hogy miről beszélsz teljesen, mert a bal kezem az teljesen érzéketlen volt. But when it comes to energy, they both feel the same. You mean you can sense with your senseless hand the energy? Oftenness, my left hand is doing the work. I think I also know what it feels if you're not in the body. And I know that it can change. Okay, yes, confirmation. A good example. Hát, hogy a bal keze attól függetlenül, hogy nem érzékel fizikailag, de az energiát, azt érzést tudja követni. És Renáta mondja, hogy ő tudja nagyon jól, mit jelent az, amikor nincs a testében, de hogy tudja azt is, hogy oda lehet jutni, és meg lehet tapasztalni. And in the process of becoming aware of that more, I have more awareness with my left hand about everything. És a folyamat során egyre tudatosabban váltam, hogy érzékeljek mindent. But now you show me how many things you can do with your hands and senses, but do you feel with your hands, or you just taught your hands how to do things? So do you feel with your hands, or you just...
I can't tell you. I don't know. I just know I feel it. Now what? Do you feel or not feel with your left hand? There's a little bit. But, I mean, I can feel that when you touch, and it feels like it's a long way away. Hát valamennyire érzékelek vele. Érzem távolról szinte az érzést. But it's not the same. Not both hands are not feeling the same thing. Is it a no, or maybe, or I can't translate eye movements. For me, it's this. I mean, there's such a blend now of between what I feel with my fingertips, what I feel with my awareness, what my body feels with the energy. It's just such a blend now that there's a, everything's blurred. Tehát, hogy olyan nem tiszták ezek az érzékelések, hogy a test meg a kéz, hogy mit érzek. Did you say blur and blunt? Blur. Mixed. Jó, de az eredeti szót nem értettem, amit mondott. Blurred. De hát az azt jelenti, homályos. Igen, az azt jelenti, hogy elhomályosodik a határvonal. Jó, overlap now, there's no boundaries. Igen, jó, így. Ja, értem, értem, hogy ahogy mondod. Jó, oké. Tehát, hogy nincs, igen, tiszta érzékelés. Aha. Uh-huh. Jó. Teljes testből érzékel minden, nem tudja külön szedni őket. Igen, igen. Most of the time I can't tell you which awareness is telling me what. Yeah, I remember when you said or said in the last meditation to just close your eyes and feel that you are one with your surroundings, like, of course. For me, it's just, I'm here, you know. For you, that's the natural feeling that you are energy and you expand and, you know. So, yeah. But we will learn to feel more during the massage course. That's what I hope for. I've had probably 30 years practice, longer than you. 30 years? Wow. Yeah, I have some years ahead, probably, to learn. Hát, hogy már 30 év gyakorlat van, meg tapasztalat mögötte. Remélem, hogy előttem is van még néhány évecske. And the one thing I can say is, I'm still learning. És ez egy dolog, amit mondhatok, hogy én még most is tanulok. In what sense, you mean? Just that, learning more about energy, learning more about my body, learning more about what it is to perceive and to touch. Energiában is tanulok, a testemről is tanulok, az érintésről is, hogy mit jelent, milyen érzés. The more I learn, the more I know I don't know. Ah, yes, I know. Minél többet tudok, annál inkább felismerem azt, hogy mennyi mindent nem tudok. Yeah. Okay. Cool. Wow, thank you everybody for coming on tonight. This has been really cool. Yeah. Thank you, everybody. And see, Csilla, same topic, totally different discussion. Yes, I hoped for, yes. And thank you for Renata and Jofi and Gabor that you attended. And yeah, really grateful. Rich. And Ernst, he came on and left us alone. Yeah. But thank you, and thank you, Greg, for hosting and adding your opinion and experience and birds and space. Blah, 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 blah. Oh, blah, blah, blah. I don't say blah, 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 blah. Yeah. So thank you, everyone. Have a nice evening and hope. Yeah. See you live in Budapest. And yeah, thank you. At the news. I'm looking forward to the class. Cool. Thank you. Thank you, Csilla, thank so you much. It's been a great evening. Great. Thank you. Awesome questions. We do this again. Okay. Thank you. Thank you. Thanks to Sophie. Thank you, Renata. Thank you, Gabo. See you. My pleasure. See you. Bye.